Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogyan érzi magát? A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni? Egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérik tőlem egy személyes jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ezek a személyes jóslások megjelennek a másik csatornámon, Meisterin des Karten Legens. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez veled? Itt ez az özvegy asszony jelenthet egy halálesetet az ő környezetében, egy örökösödési ügyet is. De mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése, jelentheti a szomorúságot, de mivel itt egy nőről van szó, ő úgy gondolja, hogy te most egyedül érzed magad, szomorú vagy. Ő megjelenik itt a saját gondolataival, mint egy szerelmes férfi, tehát ki akarja mutatni az érzelmeit, és nem akarja azt, hogy te szomorú légy, hogy egyedül érezd magad. Szerelemmel közeledik hozzá. A második kérdés az érzelmei. Itt megjelenik a gondolatában az utazás, és ez jelenti azt, hogy közeledik hozzád. Jelentheti a változásokat, vagy jelenti azt, hogy tervezi azt, úgy érzi, hogy mennyire fontos lenne most egy közös utazás. Mit fog tenni? Ez a lelkész jelentheti a hitet. Hisz ebben a szerelemben. Megvan az égi kapcsolat is. Vagy esküszik valamire, hogy ő ártatlan, hiszen a gyermek utalhat az ártatlanságra is, megbízhatsz a szavaiban. A gyermek jelentheti a gyermekeket is, de szimbolizál egy új kezdetet. Mi köt össze benneteket? Itt látható a veszteség. Ez jelenthet valami jót is, hiszen a szomorúság elmúlik. Ez az egyedül lét elmúlik. Vagy jelentett félelmeket is, hogy fél attól, hogy elveszíti a munkahelyét, vagy pénzveszteség lesz, vagy hogy elveszít téged. Itt lesz ugyan egy új kezdet, lesznek változások, ő szerelmes beléd, esküszik rá, megbízhatsz benne, de még van kettőtök között ez a félelem. Lehet, hogy a részedről, hogy te félsz attól, hogy elveszíted őt. Vagy mivel visszahúzódó vagy, szomorú, egyedül érzed magad, lehet az is, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot! Nagyon sok szeretettel, tenderrel!